A végéhez közeledik a Városháza és a Dériné kulturális, turisztikai sportközpont és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése. A Városháza Dériné energetikai fejlesztése top kötőjel 3.2.1 kötőjel 15 kötőjel JN1 kötőjel 2016 kötőjel 00.024 pályázat. A terület és település fejlesztési operatív program önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívás keretében került benyújtásra. Karcag Városi Önkormányzat a pályázat keretében két tulajdonában lévő intézményi épület, a Városháza és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár energetikai fejlesztését valósítja meg. A projekt kezdete 2017. október 1 -e. a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018. december 31-e. Az igényelt támogatás 250 millió forint, a támogatás mértéke 100%-os. A Városháza és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár épülete az elmúlt éve években részlegesen korszerűsítve lett, de ezek többsége külső energetikai felújítás volt, állagjavítás és akadálymentesítés. A jelenlegi projekt a további energetikai korszerűsítéseket célozza meg, a hátra levő nyilázárók cseréjét, hűszigeteléseket, fűtés és világítás korszerűsítést. A városházánál az északi és keleti oldalon az összes homlokzati nyilázárót új, hőszigetelt üvegezésű fa ablakokra cserélik. A belső udvar az előző városreha projektben nem érintett összes nyílászárót, valamint a bejárati ajtókat kicserélik, hőszigetelik a padlástéri zárófödémeket, valamint ide új kazánház helység épül a fűtési rendszer korszerűsítéséhez. Az épületben három darab zárt, alacsony hőmérsékletű, változó térfogatáramú melegvizes fűtési rendszer kerül kiépítésre, helységenkénti szabályozhatósággal, külső hőmérséklet követő szabályozással. A radiátoros Fűtést három egyenlő fűtési körre bontják, melyek szabályozhatóak lesznek a külső hőmérséklet függvényében. Az energetika mellett Világítás korszerűsítés is lesz. az első emeleti egyes díszterem és kettes tárgyalóterem, illetve a polgármesteri tárgyaló, valamint a lépcső pihenőjében lévő díszes csillárok, állólámpák és falikarok kivételével teljesen lecserélik a lámpatesteket, a korábbi elrendezés is megváltozik az ablakokkal párhuzamosra. Mindenütt lett fényforrással rendelkező lámpatesteket szerelnek fel. A Dériné kulturális turisztikai, sportközpont és könyvtár épületében a kazánházi épület részen a régi, korszerűtlen acélnyilázárókat, műanyagszerkezetű öt kamrás tokkal és szárnyakkal, hőszigetelt üvegezésű nyilázárókra cserélik, elbontják a meglévő kopott üvegezést, helyére felfalazás készül itongfalazó elemekből. Korszerű energiatakarékos és szabályozható fűtési rendszert alakítanak ki, ami a gázhálózatot és a fűtéskör részben átépítését vonja maga után. A fűtési igényeket a kazánházban elhelyezett egy-egy darab Weissmann Vitodens 200 watt, 105 kW és 80 kW kondenzációs zárt égésterű faligázkazánok fogják kiszolgálni. A munkaterület 2018. február 19-én került átadásra. A kivitelezési határidő 2018. október 6-a.